A Tokaji iránytű elnevezésű kerekasztal beszélgetés résztvevőit Dévald István, a Tokaji borvidék fejlődéséért non-profit Kft. Ügyvezetője köszöntötte, majd kiemelte, hogy a kormány három térséget szeretne kiemelni és fejleszteni hazánkban azért, hogy turisztikailag vonzó legyen a magyaroknak és a külföldieknek is egyaránt. Ehhez hozzátette, hogy ez a három terület a Balaton, a Tokaji borvidék és a Közép-Duna térsége. Váradi Zsuzsanna okleveles geográfus és turisztikai szakértő tartott előadást, amelyben bemutatta a Tokaji borvidék fejlesztési koncepcióját, valamint a terület fejlesztési stratégia és operatív programját. Elhangzott az, hogy 2016 és 20 között az elvégzett vizsgálat a borvidéki diagnózis szerint a legnagyobb probléma a demográfia változása. 3,1%-kal csökkent a népesség, és 2200 ember költözött el a térségből 4 év alatt. A szakember elmondta azt, hogy ezt a folyamatot megállítani nem lehet, csak mérsékelni. Hozzátette, hogy a legnagyobb népesség csökkenés Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon tapasztalták. A beszámolóban elhangzott az, hogy mérséklődött a munkanélküliség, növekedett a vállalkozások és a minőségi szálláshelyek száma is. Továbbá a kisebb szálláshelyek is megújulhattak a kisfaludi programnak köszönhetően. A turisztikai szakértő elmondta azt, hogy a borvidéknek ki kell lépnie a romantikus idilli élethelyzetből, ehelyett aktív és dinamikusan fejlődő térséggé kell alakulnia. Olyan víziót, olyan célokat fogalmaztunk meg, olyan projekteket ötleteltünk a munkatársakkal, a Tokaji borvidék fejlődésén non-profit Kft. Munkatársaival, amelyek pozitív irányba viszik a térség fejlődését. Magam részéről geográfusként nagyon sokat számoltam, nagyon sok adatot elemeztünk, hogy mi történt itt az elmúlt néhány évben. Ugye 2017-ben elfogadott dokumentumot vizsgáltuk felül, hogy az mennyire releváns idén is. Amit ki kell hangsúlyoznom, az az, hogy demográfiai problémákat, kihívásokat meg kell oldani. Nagyon nagy az elvándorlás, illetve a térség népességének a fogyása. Ez az elsődleges, amit azt gondolom, hogy meg kell oldani, és ehhez ötleteltünk, ehhez találtunk ki olyan jellegű célokat, intézkedéseket, amelyek ezt a demográfiai problémát megállítják. Magam részéről még annyit hangsúlyoznék, hogy gazdaság szempontjából, a gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés szempontjából az adatokat elemézve is azt látom, hogy elindult valami a térségben. Én már több mint 5 éve dolgozom itt, látom magam részéről is a fejlődést, hogy valami megmoccan. Ezen tovább kell lendülnünk, még inkább erősíteni a gazdaságot, és azt kell elérnünk, hogy a helyiek jól érezzék magukat. A helyiek találják meg azokat az erőforrásokat, munkahelyeket, jöjjenek létre munkahelyek, amik az itt élők jövedelmi helyzetét javítják, csökkentik a munkanélküliséget, itt tartják a fiatalokat. Rendkívül előregedő a társadalom itt, és ezen így lehet csak változtatni, hogy először a helyieknek teremtünk munkalehetőséget, egyéb infrastruktúra beruházásokat, vagy a szociális intézményeket, egészségügyi intézményeket, iskolákat megerősítjük, és utána következhet minden más, utána jöhet a turizmus, akkor lesz igazából a turizmus is sikeres, hogyha a helyiek jól érzik magukat. Molnár Péter, a Tokaji hegyközség elnöke elmondta azt, hogy a szőlészet és a borászat kimagasló eredményt ért el, azonban 2018-ban a plató szinten maradt. Szólt arról, hogy Tokaji hegyalja vonzó vidék a turistáknak, azonban az itt élőknek ebben a térségben kell megtalálniuk a számításukat. Ahhoz, hogy a szőlőtermelés és a borkészítés jól működjön, ahhoz a szakembereknek itt kell élni, és együtt kell működni a borvidék stratégiájában, hiszen így tudnak majd igazán előre jutni. Molnár Péter szerint a térségben nincs megfelelő mennyiségű szőlész-borász utánpótlás, azonban erre lehet majd jó megoldás az új Tokaji hegyalja egyetem. Váradi Zsuzsanna felhívta a figyelmet arra, hogy a térség jövőképét meg kell határozni, hogy mindenki tudja azt, hogy hová kell majd eljutni. A település vezetőknek is mindenképpen meg kell határozni a fejlődésükhöz az utat, hogy tudják, hogy milyen irányba induljanak el. Yeah.